Újabb hétközi mérkőzés vár a Győri Audi Etók AC csapatára, folytatódik a bajnokság. Szerdán a Vác látogat majd az Audi Arénába, mellettem pedig Fodor Csenge. Csenge, mire számítotok a Vác ellen? Újabb rangadó, jó formában van a Vác is. Igen, így van, de reméljük, hogy itthon tudjuk tartani a két pontot. Az elmúlt héten ugye nem volt együtt a csapat, válogatott hét volt, de én úgy gondolom, hogy ez a két nap elég, hogy felkészüljünk. Nagyon jó csapatunk van, de természetesen a Vácot sem fogjuk lebecsülni. Az elmúlt mérkőzéseken úgy tűnt, hogy minthogyha most már tényleg kezdene összeállni a játék, a védekezésetek is stabilabbnak tűnik. Te is így látod? Igen, belülről is így látom. Úgy gondolom, hogy nagyon kemény munka van e mögött, de persze vannak nekünk is olyan periódusaink, olyan részei a játékunknak, amikor nem úgy alakul, nem úgy működik, de ezen vagyunk, hogy ezek a kis részek, kis periódusok is megszűnjenek. Szerintem nagyon, nagyon jól haladunk, és meg is lesz az eredménye. Hétvégén pedig kezdődik a Bajnokok Ligája. Mennyire lesz jó hangulás, jó felkészülés ez a szerdai Vác meccs a hétvégére? Hát szerintem nagyon jó lesz, mert szerintem hasonló kaliberű a két csapat, szóval ez jó erőfelmérő lesz nekünk is, és jó felkészülés is. Én úgy gondolom, hogy minden ilyen izgatottak vagyunk, és nagyon várjuk. Szerintem jó lesz.